Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Csokán Csaba alezredes, kapitányságvezető, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban, és akivel a nyár aktualitásairól, illetve veszélyeiről beszélgettünk. Majd szép jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önt is, és a kedves televízió nézőket is. Néhány dolgot vegyünk végig, ugye milyen feladataik vannak most a rendőröknek itt nyárra. Nagyon sok minden hárul Önökre, azért egy kicsit az időjárás a bűnözésre is hatással van. Nagyon sok trükkös lopásról lehetett hallani az elmúlt időszakban. Mik ezek, és hogyan lehet védekezni, majd egy-két tanácsot is kérünk a nézőknek. Nagyon szívesen köszönöm szépen a meghívást. Én magam is úgy gondolom, hogy ilyen évszakváltásokkor minden évszaknak, ha fogalmazhatok így, megvannak a maga sajátosságai. Ugye én úgy gondolom majd, ahogy tájékozottam itt a műsort, megelőzően olyan témaköreink is lesznek, ami a nyár veszélyeivel összefüggő és preventív ajánlásokat is fogok mondani különböző témakörökbe, de visszakanyarodva az Ön alapkérdéséhez. Kétség kívül van egy olyan bűnelkövetői kör, akik különböző trükkökkel, innen kapta maga a bűncselekmény is, nem pontos szakmai kifejezés természetszerűleg a trükkös lopás elnevezést, hogy különböző trükkökkel elterelik a figyelmét éppenséggel a sértetteknek, áldozatoknak, és általában sajnálatos módon az idősebb korosztály tagjai közül kerülnek ki ezek a sértettek. Részben azért, mert a fizikai, részben pedig egyéb képességek okán már nem mozognak olyan fürgén, akár a látásukkal, hallásukkal is bizonyos problémák lehetnek, és én ezt mindig el szoktam mondani, és mindig fölhívják a kollégáim is a figyelmet arra, főleg ennél a korosztálynál, de a fiatalabb korosztálynál is, hogy az idősebbek, a ma idősebbek úgy szocializálódtak annak idején, hogy aki bármiféle segítségért fordul hozzájuk, fel sem merül bennük az a kételj vagy aggály, hogy akár ezt rossz szándékból is teheti az illető. Tehát ha valaki bekopog és ennek annak kiadja magát, azt ők feltétel nélkül elhiszik. Igen, némi túlzással akár mondhatom ezt is, vagy pedig a segítőkészségre appellálva egy pohár vizet kérnek, vagy hogy hadd tegyék tisztába a gyereket, vagy teljesen mindegy, tehát kiapadhatatlan a forrás ezeknek a úgynevezett trükkös tolvajoknak a furfangot illetően, hogy hogyan tudják becsapni hiszékeny áldozataikat. Ezért én mindig azt szoktam mondani, hogy ha bármiféle közüzemi alkalmazottnak adja ki magát valaki, egyébként köteles az ilyen munkatárs igazolvánnyal igazolni önmagát, nyugodtan kérjék el tőle az igazolványát. Általában hevenyészetten akár egy buszbérletet is képesek felmutatni, és gyorsan el is teszik. Nem kell ott kapkodni, nyugodtan el lehet kérni újólagosan, nem kell beengedni senkit, se a portán belül, se a lakáson belül. Tehát már a kapuban, vagy ha a lakásról van szó, akkor az ajtóban ezt így van, nagyon sokszor előfordul, és a hiszékenység áldozatai és nagyon komoly idézőjelbe tanulópénzt fizetnek a sértettek azért, hogy beengedik a lakásba az elkövetőket, akár egyedül van az elkövető, de általában ketten szoktak előfordulni. Valamilyen ürüggyel, hogy valamilyen díj hátralékból túlfizetést hoztak vissza, legyen kedves felváltani a 10 000-est vagy a 20 000-est, és ugye a gyanútlan polgár pedig ott, ahol tartani szokta a megtakarított kis pénzecskéjét, oda megy, kiveszi, ugye a társ már látja, hogy hová teszi vissza, ténylegesen megtörténik akár még a pénzváltás is, és egy ürüggyel eltereli a figyelmét az otthon lévő idősebb embernek, addig, amíg a társa már kifigyelt helyről eltulajdonítja a különböző nagyságrendű pénzösszegeket. Tehát én azt tudom ajánlani, hogy legyünk bizalmatlanok mindenkivel szemben. Lehet, hogy furcsa, hogy ezt mondom, de ilyen világot élünk. És nem ugye kell tőlük tartani egyébként, hogyha bizalmatlanok vagyunk, és nem engedjük be, hogy akkor nem esetleg én baj azt lesz ebben? Én azt gondolom, hogy nem. Mégpedig annak okán nem, mert ezek az elkövetők nem szeretik exponálni magukat. Tehát, hogyha valaki erélyesen lép föl, vagy erélyesebben nyomulna be a lakásába, a portájára, akkor nyugodtan fel lehet emelni valakinek a hangját, hiszen ezzel az elkövető is bűncselekményt valósít meg, hogyha ott a tulajdonos akarata ellenére lép be egy magánlakásba, vagy egy háznak az udvarára, tehát magyarán magánlaksértést követ el. Tehát nem exponálják ők magukat feleslegesen. Én azt mondom, hogy itt a díjbeszedési história, akkor árvíz környezetében, ugye, amit magunk mögött tudhatunk, vagy az őszi időszakban, akár a tüzelő, akár különböző szociális jellegű csomagoknak az összeállítása
okán, tehát nagyon széles a paletta, ami ok-indok lehet arra. Mindig van valami ötlet, amiben bele lehet kapaszkodni. Van, vagy például redőny, árnyékolás, technika szerelése, csatornázás. Ugye az azért veszélyes, mert akkor körbejárják a házat, és gyakorlatilag a társ őrizetlenül marad, és addig két pillanat alatt összeszedi az értékeket a lakásból. Tehát én azt gondolom, hogy ezt úgy lehet a legegyszerűbben megelőzni, hogy senkit nem kell beengedni a lakásba. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy nyáron hajlamosabbak vagyunk, könnyebben meginni egy sört, beülni az autóba, ne legyen így, felülni a biciklire, ugye ez sem jó, de hát a gyalogosok is azért szédelegnek itt jobbra-balra esténként az utcán, az ő ellenőrzésük érdekében tudnak-e valamit tenni, vagy ön mit tapasztalt egyáltalán, Kétségkívül van egy ilyen, ugye itt részben közlekedőkről beszélünk, akkor hadd mondja kiegészítésként annyit, hogy örvendetes módon a baleseti helyzetképünk a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva egy picit javult. Ez azt jelenti, hogy mind a halálos, mind a súlyos, mind pedig a könnyű sérüléses balesetek vonatkozásában kedvezőnek tűnik a statisztika. Ugye beköszöntött a nyár, az elmúlt héten véget ért az iskola. Ez részben olyan problémákat is előidézhet, hogy a gyerekek sokkal szabadabbá válnak, nyilván a szabadságukat töltik. Nagyon sokan közlekednek kerékpárral, egyébként is Mosonmagyaróvár egy kerékpáros város, hogyha szabad így fogalmaznom. Meg hát felügyelet nélkül, ugye, mert még reggel a szülők kísérik, délután esetleg irányba kanyarodnak, itt most nincs erre lehetőség. Ugye mondtam, hogy itt elég gyakran gurul a város, van egy ilyen városi rendezvény. Én azt gondolom, hogy a drótszamarakkal semmiféle probléma nincs. Tehát nem a kerékpár önmagában, mint közlekedési eszköz okozza a bajt, vagy nem önmagában a gépjármű, vagy önmagában a motor, mint jármű, hanem mindig az emberi tényező az, amire visszavezethető valamilyen probléma. Ugye ön itt említett az ittasságot, én is úgy gondolom, hogy az a nulla vagy zéró tolerancia elve érvényesül. Ez azt jelenti egészen pontosan, én azt gondolom, hogy senki semmilyen következményekkel akkor nem számolhat igazán, hogyha valóban nem fogyaszt alkoholt. Kétségkívül, tehát ez sajnos nem így van, ugye? Nem így van. Kétségkívül vannak olyan gépjárművezetők, akár személygépkocsival, motorkerékpárral, kerékpárral közlekedők, akik áthágják ezeket a szabályokat. Nyilván itt a törvény egészen pontosan meghatározza, hogy mennyi ezelék véralkohol szint az, ami különböző módon szankcionálható. Nyilván mi is tartunk ilyen típusú ellenőrzéseket. Egy új típusú olyan ellenőrzés is a tavaly évben bevezetésre került, az idén is volt már, és lesz is olyan ellenőrzés, amikor csak egy szonda elfúvásra állítjuk meg a gépkocsi vezetőt, és hogyha az nullás, akkor a papírokat se kérjük el. Ez azért történik, hogy ne tartsuk fel a forgalmat részben, részben pedig azért, hogy rövid idő alatt relatíve sok járművezetőt tudjunk úgymond kontrollálni. Örvendetes az is, hogy az ittasan okozott balesetek számaránya csökkent az illetékességi területünkön. Én úgy gondolom, hogy a rendőrségnek etéren ez a kötelezettsége van meg, amivel a baleseti helyzetképet tudjuk befolyásolni reményeink szerint pozitív irányba, hogy minél több ittas járművezetőt szűrjünk ki, illetve a sebességméréssel, mert a baleseti okként nagyon gyakran előfordul a sebesség túllépés is. De ugye ön említette, hogy itt a gyerekek kerékpárra szállnak, valóban van kerékpár, van gördeszka, van görkorcsolya, és számtalan olyan eszköz, amivel lehet gurulni, és közlekednek is, de akár gyalogosan is. Én is úgy gondolom, hogy a szülők felelőssége és kötelessége az, hogy mivel megváltozik a gyerekeknek a napi rendje, mégpedig nem kicsit, hanem lényegesen. Tehát máskor kelnek, nem az iskolába veszik az útirányt valóban, ahogy ön is említette, meglehetősen sok az az időintervallum egy kis gyereknek, így van, kontroll nélkül tölt el. Lemegy a játszótérre a haverokkal, nincs ezzel semmi baj, azzal sincs. Tehát akkor a szülő mondja el, hogy hogyan viselkedjen, az autósok meg, én azt gondolom, meg a biciklisek figyeljenek oda, hogy hát nyár ez van, a gyerekek közlekednek. Mindig el szoktam mondani egyébként, hogy a közlekedés magában veszélyes üzem. Tehát bármilyen résztvevője vagyok a közlekedésnek, akár gyalogosan, kerékpárosan, vagy bármilyen típusú gépjárművet vagy járművet vezetve, figyeljünk egymásra. Én azt gondolom, hogy a balesetek mindig abból következnek be, ha valamilyen szabályt áthág valaki, vagy figyelmetlen módon közlekedik. Ugye itt vannak például a biciklisek. Hát ilyenkor nyáron, este, itató, bicó, kiskocsma, lecsúszik egy sör, ott ragad, fölülnek a biciklire. Sokszor nincs is nála lámpa, mert nem visz magával velük. Mi lesz, vagy tudják őket ellenőrizni, egy kicsit, igen, kontrollálni? Mert hát ugye azért ez is elég
baleset veszélyes, ha magának nem is, másnak biztos, hogy esetleg okozhat ez. Szükségszerű, hogy ez a kontroll folyamatos legyen, ez meg is történik egyébként. Én nem tudok másra hivatkozni vagy appellálni, ha fogalmazhatok így, mint az emberi felelősségre. Tehát változott a jogszabály, megvan, hogy milyen, ebbe hadd ne menjek bele, mert kicsit bonyolult, és nem biztos, hogy a kedves nézőket ez ilyen szinten érdekli, de kétség kívül most lehet úgy kerékpárt vezetni, az is egy járműnek tekinthető, illetve annak is minősül, hogy valamilyen szintű alkoholos befolyásoltságban karikázik valaki, de nem mindegy. Hogy ez milyen mértékű alkoholos befolyásoltság, nem mindegy, hogy milyen típusú útvonalon közlekedik vele valaki. Ezért mondtam, hogy a legjobb az zéró tolerancia, tehát ott baj nem lehet. Amit nekik egyébként milyen büntetés jár? Egy kicsit riasszuk el a nézőket, hogyha... Nem is az elriasztás okán mondom, amit mondok. Hát sokszor csak ezt használ. Hanem annak okán, hogy sokkal instabilabbá válik a közlekedő akkor, hogyha ilyen befolyásolt állapotban vezeti a járművét, vagy elég, hogyha meleg van. Tehát nagyon sok összetevője van egy ilyen közlekedési balesetnek. És ebből a szempontból ezért mondtam a felelősség kérdését. Tehát most az, hogy ha valaki hiszi magáról magabiztosan, hogy 4-5-6 fröccs vagy sör elfogyasztása után is ura a képességeinek, akkor rosszul mérte föl a körülményeket, és akkor én azt javasolnám, hogy semmiképpen ne vezessen járművet. A másik dolog, ugye, amire ön célzott, hogy a passzív biztonsági eszközöknek a megléte. Ez egészen a kerékpároktól a gépjárművekig bezárólag igaz. Nagyon gyakran találkozunk olyan baleseti helyzettel, és erre nyomatékkal szeretném felhívni a kerékpárral közlekedő kedves nézők figyelmét, hogy nem illeti meg a kerékpáros gyalog átkelő helyen az elsőbség abban az esetben, hogyha gyalog átkelő helyen a kerékpárról nem leszállva és azt áttolva halad, hanem úgymond átkarikázik. Semmiféle elsőbséget nem élvez, egyébként meg szabályszegést követel. Arról meg nem beszélve, hogy sokkal hamarabb behalad ugye a kereszteződésbe, és egy járművezető is rosszabbul tudja megítélni, vagy felmérni a sebességét egy ilyen kerékpárosnak, mint hogyha mondjuk gyalogosan közlekedne. Vagy a másik, ugye több olyan gyalog átkelő hely van itt a városban is, ami egy kerékpár útnak a túloldalon történő folytatása, és egy ilyen biztos tetszik ismerni, hogy ilyen sárga kockával van úgymond felfestve a gyalogátkelő hely mellett egy ilyen áthaladási lehetőség. Itt is csak abban az esetben illeti meg a kerékpárost az elsőbség, hogyha az elsőbségi szabályokat betartja. Ugyanis ezen a helyen vagy elsőbségadás kötelező, vagy stop tábla van kihelyezve a kerékpárosoknak is. Magyarán ezt úgy kell elképzelni, mintha a kerékpárral a kerékpáros behajtana egy kereszteződésbe. Tehát függetlenül attól, hogy nyílegyenes utat szel keresztbe, se közel, se távol kereszteződés, de azzal esik egy tekintet alá. Magyarán körül kell nézni, a közlekedési szabályokat be kell tartani, ha pedig ott nincs ilyen felfestett lehetőség, akkor le kell szállni a kerékpárról, és azt áttolva illeti meg az elsőbség a kerékpárját túló szemét, mert az gyalogosnak minősül onnantól kezdve. De említhetném, ugye igaz ugyan, hogy kicsit később sötétedik, de ettől függetlenül a világító testek, a hangjelző berendezések. Vagy ha tovább haladunk, akkor a motorokon a különböző passzív biztonsági eszközök, bukósisak használata. Gépjárműveknél ugye nyilvánvaló a biztonsági öv használata. Éppen a legfrissebb példát tudom mondani, Egyesalom magasságában tegnap történt egy közúti anyagi káros szerencsére közlekedési baleset, egy idősebb hölgy és egy mellette ülő fiatalabb hölgy. Az árokba kötött ki az autóval a sebesség helytelen megválasztása okán, de mindketten be voltak kapcsolva. Igaz ugyan, hogy a légzsákok is kinyíltak, de ezt a kalandot, ha szabad ezt így fogalmazni, akkor sérülésmentesen úszták meg. Tehát nem véletlenül találták ki ezeket. Vagy ha gyermekbiztonsági rendszer van a gépjárműben, abba ültessük és kapcsoljuk be a gyereket. Nem véletlenül találták ezt ki. Vagy nem véletlenül tilalmazott a kézben tartott mobiltelefonálás gépjárművezetés közben, roppant veszély és eltereli a gépjárművezető figyelmét a lényegről. És akkor még lehetne sorolni, hogy mi mindenre kéne odafigyelni, például a kerékpárosok vonatkozásában. Lehetne, de hogy mivel az időnk is véges, azért még én mindenképpen a drogra szeretnék rákérdezni, ugye ez az, ami még nyáron a fiatalokat veszélyezteti, ez ellen mit tudnak tenni, csak nagyon röviden. Hát a helyzet a következő, én úgy gondolom, hogy ez is egy tudatmódosító szernek minősül, mint az alkohol. A különbség az az, hogy az egyik az legális, a másik meg illegális szernek minősülő.
Én úgy gondolom, hogy azzal jár a legjobban mindenki, hogyha távol tartja magát ezektől a szerektől, tisztában vagyunk vele. Hogy fiatalokat ellenőrzik egyébként? Tehát vannak ilyen helyek, ahova időnként... Hogyne, természetszerűleg tudatmódosult állapotban ugyanis könnyebben követel valaki bűncselekményt, vagy az ő sérelmére könnyebben követnek el bűncselekményt. Éppen most van Rajka magasságában egy olyan nemzetközi zenei fesztivál, ahol részben a ott szórakozó kör, részben pedig az a zenei irányzat, ami ott előforduló. Ebben érdekelt. Így van, vonza akár ezt a bizonyos anyaghasználatot is. Több olyan prevenciós programja van a rendőrségnek, különböző iskolai programokra gondolok, ami részben általános iskolában, részben pedig középiskolában fut, ahol felhívjuk a fiataloknak a figyelmét a kábítószer használat veszélyeire. Én azt gondolom, hogy nem a tiltás elsősorban az, ami hatékony lehet, hanem szintén a felelősségre appellálás, hogy tudja a szerhasználó, hogy mire számíthat garantáltan. Tehát azon túlmenően, hogy kockázati faktorokkal könnyebb drogot, lágyabb drogot, keményebbet használ, milyen büntetőjogi következményei, milyen egészségügyi kockázatai, milyen egyéb velejárója lehet a szerhasználatnak, és hogyha valaki ezzel tisztában van, nyilván az ő választása az, hogy megpróbálja, nem próbálja, de akkor legalább nem éri meglepetésként, hogy mire számíthat. Azt is tudom, hogy nagyon sok ellenőrizetlen információ kering a fiatal korosztály körében. Elég csak arra gondolnunk, hogy a közelmúltban halálos esetekkel párosult a szerhasználat. Kínából érkezett egy olyan ellenőrizetlen típusú és meglehetősen olcsó szer, aminek a hatásmechanizmusával senki nem volt tisztában. Vannak úgynevezett bevállalós fogyasztók, ők ezt megvették, olcsó volt, kipróbálták, az életükkel fizettek érte. Tehát azt gondolom, hogy ennél értelmetlenebb halál nem sok van, mint hogy egészséges, értelmes fiatalok nagyon könnyen a szenvedélyszer rabjává válhatnak, és hogyha valaki már függőségi viszonyba került egy szenvedélyszertől, onnan már nagyon nehéz kijönni, segítség nélkül nem is igen szokott sikerülni. Tehát ezért óvnám inkább a fiatalokat attól, hogy meg lehet találni, én úgy gondolom, a nyár örömeit a sportolásban, egyéb szabadidős elfoglaltságban, nem feltétlenül biztos, hogy ahhoz az alkohol és a kábítószer nélkülözhetetlen. Köszönöm szépen, hogy eljött és megosztotta velünk ezeket az információkat. Köszönöm szépen a meghívást. Hírhetér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!